Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai a vízöntők találkozása lesz, vendégem Ocskai Gábor, jelesül egy vízöntő, január 31-én. Én egyébként január 24-én születtem. Akkor egy hét van csak közöttünk. Egy hét van. Egy-két év, de ez most nem számít. Tulajdonképpen a nézőknek tartozom egy vallomással, de elmondom neked is, hogy mostanság, amikor idősödöm én is, vonz, egyre inkább vonz a mindenek feletti tudatosság, ami a választott hivatásukat olyan profi szinten tudatosan csinálókat illeti, akik ezt képviselik. A teljesség igénye nélkül nekem ezt jelenti Medvecki Ádám, az ő csodálatos csendessége, a Szakonyi Károly bölcsessége, a Presser pici dörmögése, a Rúzsa Magdi szárnyalása, a tágra nyílt szeme, aztán a Makkároly filmes igazságai, a Tolcsvai Béla ősi igazságai, tehát mindaz, amit ő elmond a magyarságáról, Balcó András küldetése, akik itt ültek, nem különben. És azt mondom, hogy igen, és ehhez vonulathoz tartozol te is, azzal a profizmussal, azzal mérhetetlen alázattal, de tudatos alázattal, harcos alázattal, ahogy tetszik, amit egyébként 1977 óta van szerencsém megismerni, erről a dátumról majd azért később nyilván fogunk beszélgetni. Kezdjük azonban az eredendővel, Gábor. Nemrégiben kezembe került egy kép, 5 kisrác a kis stadionban. Rácsodálkoztam, Fodor kis rétfalvi, Kolbenheyer és Ocskai Gábor egy speciál Vitez ütővel, special one, 5 special one, mosolygósan, 1965-öt írtunk. Hát ha visszanézzük, azért az nagyon távoli időről kezdünk el beszélni, de nagyon megvan ez az egész dolog. Az a jégkorong pályafutásom legeleje, azok a nevek, akiket említettél, szerencsére a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és azok a pillanatok, amik akkor 63-64-65-ben a központi sportiskola megalakulásakor kialakultak, azok a mai napig élő kapcsolatok. Az én életemet teljes mértékben befolyásolta az, hogy én a jégpályára kerültem, idézőjelben a jégkorong közelébe. Ez is egy ilyen nagyon véletlen és egyszerű dolog. Én ilyen 8-9 éves koromtól úsztam, és a téli kikapcsolódásként a korcsolyázás az úgy beletartozott az akkori gyerekkorba. Közel laktunk a Városligethez, volt egy előbb említett Fodor Árpád nevezetű osztálytársam, akivel együtt mentünk a műjégre korcsolyázni, és akkor dr. Jakabházy László odajött hozzánk, és megkérdezte, hogy nem lenne kedvünk jégkorongozni. Hát mi voltunk az alapítók alapítói, tehát a legelső fecskék, ha szabad ezt így mondani, abba az időszakba, a Jakabházy iskolába, ami a központi sportiskolának szintén egy olyan történelmi alapot és hagyományt adott, aminek aztán a következő 20-30-40 évében, a mai nap ez már MAC néven fut a fővárosban, de hát a jégkorong alapjait ez a szervezet utánpótlás nevelésben mindenféleképpen letette, és ennek az alapozói, ha szabad így kifejezni, azok a Jakabházy generáció első 3-4 év folyama, ahova tényleg felsorolni most nem tudnám, hogy kik tartoznak. Ugye Budapest hegemónia volt, mondanunk se kell ebben az időszakban. Jakabházy professzor pedig elindított egy csomó legendát, ma már legendát azon az úton. Mi az, ami megtartott a sportág mellett? Hiszen ez rendkívüli fizikai és szellemi sport. Kevesen tudják, ennél taktikusabb sport nem létezik. Nagyon nehéz erre választ adni, illetve nekem ennyi időtávlatából mégis könnyű. A sportot én gyerekkoromtól nagyon szerettem, és a sportnak minden válfaját. Tehát az, hogy én az úszodába kötöttem ki kisgyerekként, az annak köszönhető, hogy a nyári szünetben, ahol édesapám dolgozott, ez a Tétényúti kórház volt, annak volt egy saját strandja, ott pedig egy úszóedző azt mondta, hogy na kis Szőke,
nincs kedved úszni, járni. Így kerültem a budapesti építőkbe, ami abban az időben egy Kolossa István nevezettű szegény, már a Pista bácsi nem él, egy nagyon-nagyon neves edző kezei közé kerültem, ahol gyerekkori úszótársam volt az a Cseh Laci, akinek a fia most ugye a világ egyik legjobb úszója, de maga a Laci is két olimpián szerepelt, és az élet akárhova sodródtunk, összehozott bennünket, mert aztán végül is gimnáziumba osztálytársak lettünk, és együtt érettségiztünk, és a mostani érettségi találkozón pont erről beszéltünk, hogy elsodort bennünket a sport, ő maradt az uszodába, én átkerültem a kis stadionba és annak környékére, ahol az előbb említetted, hát csak a fővárosban létezett jégkorong. Én gyerekkoromból emlékszem, hogy akkor még volt vidékbajnokság, de az csak akkor került megrendezésre mondjuk Balatonfüreden, hogyha Balaton befagyott. És mondjuk volt a Tihanynak csapata Balatonfürednek, és egy-két olyan vidéki városnak, ahol kísérleteket tettek arra, hogy természetes jégen valamit jégkorongszerűt üzzenek. Abban az időben, amikor én kisgyerek voltam, 6-8-10 csapat volt a fővárosban, tehát most ha én ezt nézik, fiatalok el se tudják képzelni, hogy budapesti Spartakus, Postás, BKV Előre, Építők, BVSC, Meteor, Fradi, Újpest, ezek voltak a nagyok tulajdonképpen, és a kicsik az előbb említett BKV Előre, Spartakus és Postás. Ugye ebben az időszakban nagyon fontos a sportágválasztás. Aki egy sportágat választott, nyilván belekóstolt sok minden másba, azért az többségében, ha kellően tehetséges volt, az megragadtott. De mi volt az a megtartó erő, amit téged a jégkorong mellett tartott? Szerintem nagyon nagy szerepe van ilyenkor, egy ilyenkorú gyereknél az, hogy ki az az edző, aki őt először megszólítja, és az első hetekben, hónapokban ennek a személynek az edzéseit látogatja. A Jakabházi Laci egy olyan személyiség volt, aki gyakorlatilag olyan energiát tudott sugallni, és olyan dolgokkal tudta fokozni az érdeklődést a sportág iránt, amitől mi nagyon-nagyon sokan ott ragadtunk, és a keze alól az első 2-3 évfolyamból hát a magyar hoki legnagyobbjai nőttek ki. Most elég, ha azt mondom, hogy Havrán Péter, vagy Kereszti Ádám, vagy Fodoráti, vagy... Igen, ez a generáció. És gyakorlatilag a Jakabházi Laci fanatizmusa az oda vitte a dolgot, hogy hát mi 69-ben, Svájcba, akkor én még csak 17 éves voltam, de az ifi válogatotta, először szerepeltünk így nyugaton, ha így szabad mondani, akkor már az volt a beígért célprémium az edzőnk fanatizmusa által, hogy ha mi fölkerülünk az átcsoportba, akkor be fogják fedni a kis stadiont. Hát ez sajnos mind a mai napig nem következett be, de ez a motiváció ebbe a fiatal társaságba, és hangsúlyozom, hogy az akkori időben jégkorongban csak nyitott pályák voltak, mi mégis kaptunk olyan lehetőségeket, amit így utólag ennyi évtizedre visszatekintve kiemelkedőek voltak. Tehát mi egész nyáron, igaz, hogy mondjuk egyharmadnyi jégkorong jelenlegi harmadon, de a jégszínházban egész nyáron jégen voltunk, ahol is a játék az 3-3 ellen kiskapura történt, de mégis ott folyamatosan napi két jégedzéssel sokkal inkább tudtunk fejlődni, mint a velünk azonos korú és más klubokban szereplő játékosok ezt meg tudták tenni. Ugye általában akkor 4-5 hónap nyitott pályás jégpályaüzemelések voltak, kis stadion, a Millenáris, Megyeri úton volt pálya. Ezeken a pályákon zajlottak a mérkőzések, az utánpótlás mérkőzések, felnőtt mérkőzések. A központi sportiskolának volt egy olyan privilégiuma, hogy ő a Népstadion intézményeinek bármelyik területét használhatta. Ide tartozott a régi Nemzeti Sportcsarnok, magában a Népstadionba tudtunk edzeni, a Népstadion mögötti atlétikai pályát tudtuk használni, a tornacsarnokot tudtuk használni. Tehát mi mondjuk úgy, hogy és az egész sportiskola az államilag annyira kiemelt volt, és feltételrendszerben mindent biztosította természetesen a kornak megfelelően,
hogy nagyon szép fejlődési pályát tudtunk elkezdeni. Világszínvonalú intézmény volt a központi nevében, rejlik az erénye is egyben. Mit tudtatok a külföldről? Én bevallom, én Ragulinon, Firszovon nőttem fel, már volt tévénk 1965-66-ban, aztán jött az a korszak, amikor a Mihajlov, Petrov, Harlamov, Sadrin, Márcev, Jakusev, a második sor, semmit nem tudtam a kanadaiakról, legfeljebb olvastam a Malkovichot, Bobby Orrt adott igen. esetben. Pestenti, ugye én falusi srác voltam, aki azért bizonyos értelemben a szülői háttérnek köszönhetően nyitott volt a sportra leginkább, de mit tudtatok Pestről, a sportág nagyjairól? Kik voltak a példaképek? Hát nekünk ebben olyan szempontból szerencsénk volt, hogy hát az akkori időszakban, és itt most elmegyünk egy kicsit későbbre, mondjuk 68-ban téli olimpián is szerepelt Innsbruckban a magyar válogatott, ami azóta se történt meg, hogy a magyar jégkorong olimpiai résztvevő legyen. Hát azok a játékosok, akik ugye nálunk körülbelül 10-15 évvel voltak idősebbek, de hát minden nap találkoztunk mindegyikkel, mert vagy a BVSC edzésen, vagy a Fradi edzésen, vagy az Újpest edzésen láttuk őket. Természetesen abba annak a korszaknak a nagyon nagyjai, a Horváth Öcsi, a Fradiból, Jakabházi volt a center, a Svan Béla, a balszélső, akár a Rozgonyi Gyuri, akivel mai napig tartom a kapcsolatot, a Zsitva Viktor, és sorolhatnám azokat a neveket, Vedres Matyi szegény, aki már nem él, ő volt annak a csapatnak a nagyon híres kapusa. És ezek közül, a játékosok közül nagyon sokan a központi sportiskola edzői karába, szegény Vedres Matyi, a Bikár Péter, az Orbán Gyuri, aki az építőkapusa volt, ők dolgoztak a Jakabházi tímbe, és ugye a főnök az a Jakabházi Laci volt, de nagyon sok vele egykorú játékostársát vonta bele abba a munkába, és nekünk teljesen hétköznapi dolog volt az, hogy mi nem csak azt látjuk, amit a szurkoló, hogy egy-egy rangadóra bizony abban az időben 8-10 ezer ember kivándorolt a kis stadionba, ez nem volt ritkaság, egy szezonban többször is. Mondjuk ugye a legnagyobb rangadók a Fradi és az Újpest között voltak, ennek a két klubnak volt nagyon-nagyon komoly szurkolótábora, de abban az időben például egy budapesti vasutas is tele volt válogatottal, a Kutni Lajos, a Babán Józsi, a Kertész József, aki végül is a fehérvári csapatnak is edzője volt, és amikor átkerült Fehérvárra a hoki, ő akkor volt a vezetőedző. Tehát nagyon-nagyon sok olyan akkoriban nagy név volt a közelünkben, és hozzáteszem, hogy B csoportba egyszer negyedik helyen végzett a válogatott, a 60-as évek közepén azt hiszem, hogy most pontosan 65 vagy 66, nem tudom, de az egy világra szóló dolog volt, hogy az akkori NSK-val 4-4-es döntetlent játszott a válogatott, tehát hogyha a körülményeket, játékosok számát, infrastruktúrát nézem, az legalább olyan világra szóló dolog volt, mint mondjuk az, hogy most Szapporóba fölkerült a válogatottunk 2008-ban. 1976-ot ugrunk az időben egy kicsit, 1976. decemberét írunk, 40 esztendeje történt, épp majdnem pontosan, amikor 13 szocialista nagyvállalat szerződést kötött egymással itt Székesfehérváron. Volt azért hatása ennek a későbbiekre, nyilván a felső vezetésnek, hogy jégpályát építenek Székesfehérváron. A szó tett követte, ugye benne volt a tervben, ezt meg kellett csinálni, nem telt el 10 hónap, azt hiszem, és megalakult a székesfehérvári Volán a Volánból. Ti mikor tudtátok meg, hogy a Volán Tröszt ezt a határozatot hozta, hogy Székesfehérvárra telepíti a jégkorong csapatot? Egy dolgot még beletennék ebbe a dologba, hogy 1970. július 3-án alakult meg a budapesti Volán SC-nek a jégkorong csapata, amelyik egy komplett KS-is végzős garnitúrát vett át, gyakorlatilag az 52-53-as születésűeknek a csapata volt ez, aki átkerült, és nagyon komoly tervei voltak a Volán Tröszt akkori vezérigazgatójának, Tapolcai Kálmánnak, azzal, hogy komoly jégkorongot fog csinálni. Én emlékszem az első alakuló bejelentési értekezleten Vitrai Tamás volt az, aki úgy volt, hogy ő lesz a szakosztály elnöke. Az akkori időnek nagyon sok potenciális nagy neve
fordult elő ott a Volán környékén és a Volán jégkoron környékén. És ugye egy számomra mindig csodálatos ember az, aki szegény már nincs köztünk, úgy hívják, hogy Grosics Gyula. Ő volt az akkori budapesti Volán SC-nek az elnöke. Na most ennek az időszaknak, amit említettél, 76-ban döntötték el, hogy Fehérváron lesz egy jégpálya. Ennek a véletlen az az, hogy Tapolcai Jenő a Fehér megyei közgyűlés elnöke volt, akinek öccse Tapolcai Kálmán a Volán Tröszt vezérigazgatója. Gondolom és gyanítom, hogy egy vasárnapi ebédnél esetleg a húsleves és a főétel között beszélgettek arról, hogy hát nálunk épül egy pálya. A Kálmán azt mondta, hogy nekünk meg nincs pályánk, ott vagyunk albérlők a kis stadionba. Hát akkor oldjuk meg úgy, hogy tegyük át úgy, ami most az NHL-be hétköznapi, hogy földrajzilag most 50 kilométerre áthelyeződött a bázis. A franchise kész. Így van, és 77 elején, januárjában, én akkor már egy 75 decemberében a gerincem megsérült, én az aktív hokit befejeztem, nagyon sokat köszönhettem mind a Tapolcai Kálmánnak, mind a Grosics Gyulának, mert ők azt mondták, hogy a mi kutyánk kölyke, itt rokkant meg ez a gyerek, ő volt a csapatkapitányunk 5 évig, itt dolgozol a Gyula mellett, mármint a Gyula bácsi mellett, és azt a feladatot kaptuk közösen, hogy ezt az átadás átvételt 77 év elejétől a nyár végéig oldjuk meg. Hát én jártam ide Fehérvárra Gyula bácsival nagyon büszkén és boldogan, mert abban az időben is még, ha Grosics Gyula valahol megjelent, ott azért a vörös szőnyeg az terítésre került, és bárhova mentünk, az, akár az akkori városházára, akkor a 14-es Volán vezérigazgatójához, hát mindenütt olyan fogadtatásban volt részünk, komolyan mondom, én meg ilyen fiatal kis gyerekként, hát ezt óriási élményként éltem meg mondjuk 25 évesen. És hát ez fél év alatt eldőlt ez a dolog, hogy 77 novemberétől a pesti Volán felnőtt csapata, az fönnmaradt Pesten, edz a kis stadionba, de elkezdi a fehérvári szereplését, és minden mérkőzést, bajnoki mérkőzést már Székesfehérváron játszott. Miként érintett a tőzsgyökeres pesti srácokat, hogyha a mérkőzésekre legalábbis le kellett költözni, hiszen az első időszakban még Budapesten lakott mindenki. Hát ez egy óriási meglepetés volt mindenki számára. Az abban az időben azért mondjuk úgy, hogy egzisztenciálisan teljes mértékben a jégkorongból nem tudtak megélni a játékosok, de az akkori átlagfizetésekhez képest azért elég tisztességes jövedelem volt, és éppen ezért nagyon sokan vállalták ezt az úgymond úttörő szerepet is, mert azért amellett, hogy ők egy teljesen új környezetben játsszák a hazai mérkőzéseket, ezáltal nekik mondjuk, hogy a magok elhintésében is óriási szerepük volt, hogy itt olyan játékosok, mint Kovalcsik Péter, mondjuk, aki 71-től a Volán alapítója volt, és mondhatnék még nagyon sok nevet, akik az első időszakban itt voltak, majd később a BVSC megszűnése után a Palla Antal, a Szajlai Tibor, a Kis Tibor, Balog Imre, Terjék Pisti, ezek standard válogatott játékosok voltak a 70-es évek végén. Ezek átkerültek a fehérvári csapatba, és évről évre erősödött ez az egész dolog, és mellette párhuzamosan elkezdtünk utánpótlás szinten gyerekekkel foglalkozni, és ez tényleg egy olyan úttörő munka volt, amire így visszagondolva, hát nagyon sok buktatóval járt. Ezen a pályán is maximum 5 hónapig volt jég az első időszakban, itt is meg kellett azzal küzdeni, hogy edzési időket kapjon az ember, mert ugye ez a pálya, ez a város fiatalságának épült, közönségkorcsajázás volt minden nap 4-től 8-ig az első időbe, tehát úgy kellett megoldani az edzéseket, hogy ez a időtartam, ez szent és sérthetetlen. Én úgy kerültem ide le, hogy már úgy, hogy Fehérvárra, hogy a műkorcsaját és a jégkorongot is a város szerette volna elindítani. Egy akkori nagyon jó ismerősöm, sporttársnőm, Varga Vera, aki ma is itt van a műkorcsa élén, Siáginé Varga Vera néven,
Mi egyszerre kerültünk Fehérvárra. Ő a műkorcsolya szakág utánpótlásának vezetésével, én meg a fehérvári jégkorong alapjainak a lerakása című feladattal érkeztem. No, ugye még menjünk vissza az időben, 1977. november 6-án, mikor máskor november 7-e okán, 6-án a nagy októberi forradalom ünnepének előestéjén volt a hivatalos átadó, és az első mérkőzés pedig november 15-én. Én ezt soha nem fogom elfelejteni, mert a Tíber Lacival mi ott voltunk, mégpedig azért, mert nyáron műtöttek bennünket, a Buzás Gabival feküdtem egy kórteremben a sportkórházban, és jött a Gyurit megnézni, hiszen az Újpest játszott, aki egy legendás center volt, egy nagyszerű jégkorongozó, 6-1 lett az eredmény, a rendkedvért, az összeállítás Kovalcsik, az első sor Farkas Kolbenheier, Kis Gogolák és Szőlős, de itt az eredmény nem is számított. Én azt mondom, hogy ez azért legenda számunkra, mert bármennyire is lesajnálják és jelzőszerkezetekkel illetik a Raktár utcát, ma ez a sportág temploma, ha tetszik, ha nem. Lehet, hogy román stílusú templom, de akkor is ez. És ott voltál te, aki elkezdtél tehetségeket keresni, és ennek olyan eredménye lett, ami máig vezet értelemszerűen. Egyébként a játék pályafutásod abbahagyása után ez tempóváltás volt az életedben? Hát egy nagy törés volt. Ez 75. december 13-án volt ez a egy Újpest elleni meccsen történt ez a rosszul estem a palánknak úgy, hogy derékkal, és nekem 15-16 éves koromban már nagyon sok derékpanaszom volt, és gerinc problémám, ami akkori röntgenfelvételek és vizsgálatok kiderítették, hogy amúgy is van egy apró születési rendellenesség, a 4-es-5-ös ágyék kicsigolya az nem olyan mértékben tartózkodik egymás mellett, mint normál esetben. Ez a sok súlyzózás hatására, amit kaptunk felkészítésbe az úgynevezett orosz módszerrel, ez rajtam nem segített, és jött ez az ominózus sérülés, ami azért is volt nagyon rossz, mert hogy én akkor voltam, VB-n 75-ben játszottam először és utoljára válogatottba, Szófiába. Úgy érződött, hogy akkortól egy stabil helye lehet ennek a fiatal embernek. A Jakabházi Laci volt a szövetségi kapitány, ő az előző években engem nagyon csábított a Fradiba. Én mondtam, hogy engem itt megbecsülnek, én ennek a csapatnak kapitánya vagyok, nem szeretném elhagyni. És ez ilyen, a jóisten szerintem fogta akkor is a kezem, hogy ne váltsak, annak ellenére, hogy jött ez a sérülés. Itt viszont olyan emberséget kaptam az előbb említett vezérigazgatótól, Tapolcai Kálmától és Grosics Gyulától, akik úgy óvtak, nevelgettek engem az életre, ami később nagyon-nagyon sokat segített. Tehát én ezt egy bármelyik másik klubba játszom akkor Magyarországon, azt a támasz segítséget, hogy most egy évig gondolkozzál azon, hogy melyik területen szeretnél dolgozni, hogy edzői szakmát választod, vagy sportvezetőként. Azt tudták rólam, hogy ilyen sporttal fertőzött éjjel-nappal eseményekre járó fiatalember voltam, aki minden sportágat. Én állandóan kint voltam a Szigeten vízilabda meccsen, az úszodában úszóversenyen, minden labdajátéknak az eseményeire jártam. Nekem az életem a sport volt. Na most ugye az aktív sport ilyen hirtelen lezárása és befejezése, az mindenféleképpen egy törést okozott nálam. Így visszaemlékezni nem tudok. Nekem akkor nagyon sokat jelentett az, hogy egy-két hónappal a sérülésem után azt mondták, gondolkozzak, és bármiben segítségemre van szükségem. Tehát itt volt a tudatosság. Nem túlélésre kellett játszanod, hanem nagyon is tudtad, hogy mit szeretnél. Nehezen ment egyébként? Nem volt könnyű, mert ugye aztán eltelt egy 8-10 hónap, akkor dolgoztam ott a Volán pesti ifjúsági csapatával, edzősködtem, tetszett, de akkor már úgy kezdődött ez a hírfolyam, hogy lehet, hogy az egész klub át lesz helyezve Székesfehérvárra. Elmentem a barátomhoz, szintén Fodor Árpád neve elhangzott itt a beszélgetésben, aki gyerekkori barátom. Ő akkor már Jászberényben dolgozott, mint edző,
és elmentem hozzá tanácsokat kérni, hogy hát milyen dolog az, hogy te elköltöztél a Jósika utcából Jászberénybe, hogy éled meg, a családot hogy fogadta, stb. És ugye ennek az egész folyamatnak a végén az egyik ilyen autózásos utunk Fehérvár és Budapest között, akkor mondta nekem a Grosics Gyula, hogy Gabi, hát ez egy olyan dolog, amire most téged fölkértek, hogy ezzel nem szabad gondolkozni, én a helyedbe biztos, hogy elvállalnám. És ez a mondat lökött engem meg végérvényesen abba az irányba, hogy az akkori Pestre hazatérésem után volt feleségemnek, azt mondtam, hogy hát akkor elindulunk egy két éves, két és fél éves kisfiúval, és nekivágunk a világnak. Akkor már a lányommal terhes volt a volt feleségem, és gyakorlatilag a vakba elindultunk két gyerekkel nagyon fiatalon, de én éreztem az egészben annyit, és szeretem a kihívásokat a mai napig, hogy ezt a dolgot meg kell oldani, és ezt a feladatot rótta rám a sors, és ezt elindítjuk. Tehát jószerivel semmiből egy új másik világot kezdtél építeni, és lettél jégkorong patrióta és lokál patrióta. Ugye azt mondják, hogy sőt, biztos vagyok benne, hogy a patrióta nem idióta, az aztán ezerszeresen biztos. Viszont, ha már tempóváltásról beszéltünk, az a tehetségkutatás, amit elkezdtél, az nagyon gyorsan jött az eredménye. Hiszen ha belegondolunk, hogy 80-81-ben már az IFI bajnokságot nyert, és egy olyan legendás korosztály nőtt fel az értő tehetséggondozóknak köszönhetően, ami páratlan, én azt gondolom. Viszont a folyamat, és az ugye első vidéki csapatként ne feledkezzünk meg róla, bajnok lett. Ez a legendákat már mondtad, ez a Kovalcsik, Palla, Terjék, Szajlai, Kistibi gárda. Viszont már kopogtattak a fiatalok. Hogyan kellett őket megtanítani azzal a hittel, arra a tudatosságra, ami aztán a később legendává emeltek őket? Szerintem itt vissza kell kapcsoljak a beszélgetés legelején, amikor megkérdezted azt, hogy mi miatt lettünk mi jégkorongosok 12-13 évesen. És akkor én azt válaszoltam, hogy egy fanatikus edző, dr. Jakabházy László olyan hatást gyakorolt ránk, ami alapján belevágtunk ebbe az ismeretlenbe akkori gyerekek. Most én ide kerültem, voltam 25-26 éves, és elkezdtem járni közönségkorcsajázásra, és egy notesszal írogattam föl a fiúgyerekek nevét, születési évét, és mindig csak azt vettem észre, hogy még az egyik hoz egy barátot, még egy másik barátot, és egyszer csak lettünk az első évben olyan 30-35-en, az első évben természetesen nem indultunk bajnokságba, de a 78-as szezonban már indult ez a csapat, és tényleg azt tudom mondani, jó, akkori időkről beszélek, az első garnitúra, az már junior korára, az már magyar bajnoki címet nyert, és olyan Újpestet vertünk meg, szegény Boróczi Gabi volt a vezetőedző, amikor is nagyon sok fiú az itteni csapatból fölhívta magára a figyelmet, válogatott lett a Kóger Pista, Pesti Zoli, ott volt az Énekes Lajos, azok közül, a srácok közül, akik mondjuk úgy, hogy a történelmi fehérvári jégkorong alapjainak leténteményesei, azok közül a mai napig nagyon sokan járnak ki szerencsére mérkőzésekre, vannak, akik ott dolgoznak a csapat körül, vannak, akinek a gyereke ott játszik, lásd Kóger Dani például, és ez, azt szoktam mondani, hogy a jégkorong az olyan, mint a fertőző betegség, azon mindenkinek át kell esnie rajta, mindenféleképpen, csak nálunk olyan dózisba kapjuk a fertőző anyagot, hogy ez bennünk marad életünk végéig. Tehát egy nagy család voltatok, és vagytok jelenleg, és hála Istennek teszem hozzá. Folyamatos fejlődésnek indult, ugye jött a Kercsó éra, nagyon sokat köszönhetünk Kercsó Árpádnak, de aztán a stadionok, Jászberény, Dunaújváros, és így tovább, és így tovább. Ez egy fontos időszak volt mindenképpen. Mégpedig azért is, majd Kercsóról külön az ő utánpótlás nevelési elvei miatt megjelentek a légiósok. Ezt miként gondoltatok ti erre az időszakra? Mondjuk jött egy Jászberényi sor, nem lehetett gólt ütni nekik. Igen, az előbb említettél... Ez fontos időszak volt? Előbb említettél neveket, hogy amire te is emlékszel, hogy a
Ragulinék, vagy a Harlamov-féle sor, abban az időben, most a 60-as évek végéről beszélünk, megjelent itt először a magyar hokiba, a Ferencváros és az Újpest volt ebbe, a Fradi, az Újpest és a Jászberény az, amelyik elkezdett még a szocializmusba, tehát most még 90 előttről beszélünk, játékosokat igazolni, de ebben nagyon kiemelkedően legügyesebb a Jászberény volt, mert nagyon-nagyon jó hat orosz játékost igazoltak le, és Ripstrops bajnoki címet nyertek, ami azért óriási változást hozott a magyar jégkorongba, mert azért 81-ben ugyan nyert a székesfehérvári Volán egy bajnoki címet, de azt követőleg folyamatosan csak pesti csapatok volt. A Fradinak egy 10 éves bajnok kiszakasza után az Újpest nyert egy 6-7 bajnoki címet, és ez az egész ilyen földrengésszerűen megváltoztatta a jégkorong térképet Magyarországon. A Jászberényi sikerek után és annak a nyomán azért itt Fehérvár és Dunaújváros elkezdett kapaszkodni azon a vonalon, hogy hát azért mi is szeretnénk bajnokok lenni. Elég intenzíven kopogtatott a két jégkorong, Fellegvár, Dunaújváros és Fehérvár azon az ajtón, ahol elkezdik osztogatni ezeket a bajnoki címeket, természetesen nagyon sok munkával a háttérbe. És ahogy a leelhűtőből leolvadt a jég, és tönkrement, a Jászberény eltűnt, és megmaradt a hoki térképen, akik azt az utat választották, mondjuk Dunaújvárosban ott a Ladányi zsenik, és akkor itt jönnek a mi zsenéjeink, akik 88-89-ben ismét bajnokságot nyertek, és az egy legendás csapat volt. Tehát a teljesség igénye nélkül hadd soroljam fel a nézőknek is, hogy kik játszottak főszerepet, hiszen azokat a neveket választottam ki a sokból, akik valamilyen módon különlegesek. Ugye a Budai volt a kapus, tehát az egyértelmű, az énekes Lajos, aki most is ott van veled, Gebei Péter, aki most világszínvonalon játékvezető lett, aztán a Kangyal Balázs, Ocskai Gábor, Palkovics Krisztián, két rajz, Sille Tamás, Vasznek Bence, aki szintén ott van, Tőkési Lajos, aki ezerszeres válogatott, és a három orosz, én most azért hagytam végére őket, mert hogy megjelentek a légiósok azért Fehérváron is, a Medvegyev, a Lvov és Artyom Vasyunin, akit nagyon szerettünk, azért tudjuk. Ez már egy különleges pillanat volt, hiszen Dunaújvárosban is a magyarok vitték a prímet, és Székesfehérváron is. Igen, itt annyit szeretnék javítani, hogy 89-et mondta, ez 99 volt, ja, 99, amikor az első bajnoki címet megnyertük. Igen. A 90-es évek elején 94-95-ben már kétszer megszagoltuk a bajnoki aranyéremnek az illatát. A Budapest sportcsarnokba kellett a Fradi ellen két bajnoki döntőt vívni, sajnos nem jártunk sikerrel, de ott már látszódott az, hogy egy Boris Puskarjov, akit én rábeszéltem, hogy legyen nálunk edző, ő 5 évig keményen edzette ezt a csapatot, és kiemelkedő munkát végzett, plusz rajta keresztül nagyon-nagyon komoly légiós játékosok, oroszok kerültek ide hozzánk, itt az Amelin, a Timofejev, a Vasyunin, és mondhatnék még olyanokat, akik azóta is azt mondom, orosz játékosban kevés olyan fordult meg Magyarországon. Megbojdult az egész város, tényleg több ezeren följöttek a Budapest sportcsarnokba az akkori döntőkre, és ez egy részsiker volt, aminek aztán utána 99-től már egy olyan hosszú szakasz lett, 13 bajnoki cím, tehát azért az egy gyönyörű korszak a fehérvári jégkorongnak, aminek azért nagyon komoly letéteményesei vannak a külföldi edzőkre gondolok. És szerintem mi ebben voltunk úttörők, hogy nem csak az, hogy próbáltunk jó játékosokat igazolni külföldről, hanem szerencsénk volt, és abban mindig elsők voltunk, egy Jan Jaskó ide került, Boris Puskarjov után, aki nagyon neves edző volt, és sikeres szakasz zárt. Arról nem beszélek, hogy után 2004-től mondjuk Pat Cortina mit művelt Fehérváron, azon kívül később a magyar válogatotta, a magyar jégkorongnak idézőjelben egy nemzeti hősévé vált. Tehát nagyon sok szép siker, és nagyon sok munka a háttérbe, tehát itt én nem is tudnám felsorolni, lehet, hogy percek kellenének, hogy mindig az akkori időszaknak megfelelően kik álltak a jégkorong mögött, azok, akik nem játszottak meccset, nem ők voltak az edzők, de hogy ez az egész rendszer működjön,
még magyar viszonyok között is ez mindig nagyon sok segítség kellett. Vezetőként, vezetőként hogy kötelezted el magad, hiszen van az északi, az orosz, szovjet-orosz, illetve a tengeren túli stílus, edzőben is. Amikor mondtad, hogy Puskárjov, Jáskó, Kortina, Széter, Tolvanen, Vejsztok, Primő, Csernomáz és így tovább, az nyilván mindenki más stílust képviselt. Kell egyáltalán ilyenben a vezetőnek gondolkodnia, hogy egy adott csapathoz, egy adott játékos kerethez milyen típusú edző illik? Én úgy érzem, hogy az akkori időszakban, amikor most a 90-es évek legelejéről beszélek, amikor még nagyon benne volt a szocializmus nyoma a sportba, tehát itt arra gondolok, hogy akkor elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk tengeren túli edző vagy tengeren túli játékos játszom Magyarországon, akkor a keleti piac volt a domináns, és elsősorban a Szovjetunió. Nekünk is volt annak idején a Volánban orosz edzőnk, nálunk is játszottak a csapatban próbajátékon orosz jégkorongozók. Én azt mondom ennyi idő távlatából, hogy az nagyon-nagyon sokat jelentett a fehérvári hokinak, és itt az a korosztály, a Rajz Attila, Rajz Tamás, Palkovics, Ocskai, Zalavári, Balajti Viktor, ez a, akkor még a tőlem kikerült, tehát ifi végén, és én azért is találtam ki Boris Puskarjovot edzőnek, mert tudtam, hogy ezeknek a fiataloknak én már szakmailag nem tudok annyit adni, ami nekik szükséges, és ami bennük rejlik tudás, azt egy nálamnál jobb edzőnek kell, és komolyabb hoki kultúrából érkező edzőnek kell vinnie tovább. És ez a poroszos módszer, ez pedig nagyon fontos volt. Én mindig annak híve voltam, én is úgy nőttem fel egy olyan edző kezébe, aki nagyon kemény, nagyon szigorú volt. Szerintem ennyi idő távlatából majdnem minden játékos elismeri, hogy mennyit kapott mondjuk Boris Puskarjovtól. Az idő megváltozott, kinyílt a világ, most már a világ mindenféle komoly hoki nemzetéből tárgyalunk mindig edzőkkel vagy játékosokkal. Most már gyakorlatilag nehéz behatárolni a dolgot. Volt olyan időszakunk, amikor az északi vonalat preferáltuk edzőbe is, játékosokba is. Hát ez egy kicsit változó ez a dolog. Az megerősítést jelentett neked vezetőként, hogy az új évezredben például úgy kezdődött, hogy junior VB Székesfehérváron, azért az valami. Aztán felnőtt VB, aztán az első magyar-kanada meccs. Aztán kontinentális kupa döntő a következő esztendőben 2005-től. Fontos az, hogy visszajelzést kap a sportági szakszövetségtől is, hogy Fehérváron jól csinálják, amit csinálnak. Igen, hát ez nagyon fontos volt szerintem a fehérvári hokinak, a fejlődési útjának nagyon jót tett, hogy nagyon-nagyon sok rendezvényt pályáztunk, és próbáltunk megrendezni. Ez 97-től, amikor a Tóth Pista lett, Tóth István a Volán vezérigazgatója, nála mindig nyitott ajtókat döngettem az ötleteimmel, és anyagilag abban az időben rettenetesen sokat tudott segíteni abba, hogy ilyen rendezvények, amiket felsoroltál, létrejöjjenek. Tehát egy 2002-ben egy világbajnokság, előtte mindig kontinentál kupa selejtező csoportokat próbáltunk rendezni, kinyitottuk az ajtót, interligát játszottunk szlovén, horvát és osztrák csapatokkal a bajnokságba, és akkor jött a 2002-es VB, amikor már egy cipőnyi mérettel benn voltunk az A csoportban, mert az utolsó napon a dánok elleni kiki meccsen nem sikerült ez a lépés, de ott már megmutatta a hoki azt, hogy igenis neki ez, amit az Árpi sokszor hangoztatott, a Kercső Árpira gondolok, igenis helye lesz ennek a válogatottnak valamikor az A csoportban, és ez be is következett. Hát mehettünk, és mertetek nagyon támadni értelemszerűen, hiszen akinek nincsenek elérhetetlen álmai vágyai, az elérhetőeket sem éri el, tartja a mondás, ez nagyon is így van. Mikor jött először a gondolat, halványan, aztán szépen megerősödött, hogy Ébel? Hogy lehetett úgy felépíteni, hiszen ahhoz már kellett nyilvánvaló, egyrészt a játékos állományon túl egy szilárd vezetői háttér az megvolt. Kellettek hozzá játékosok, és kellett egy olyan szakmai háttér edzőben is, ami szintén elérhető volt, viszont ezt a csapatot fel kellett építeni. Gondolok itt a jelenlegi struktúrára, szuper mini előkészítő,
a gyerkőcök, aztán az utánpótlás, tehát így szépen sorban a juniorig, hogy ne csak az igazolásokra kelljen támaszkodni, ami egyébként nem volt jellemző Fehérváron soha. Fehérváron egy nagyon sikeres korszak volt 99-től, hát gyakorlatilag ott az elején két évente, utána folyamatosan nyertünk 6-7 bajnoki címet, az előbb általad is említett Kontinentál Kupa döntők, amiből az elsőt kiemelném, mert ott tényleg megint olyan szerencsénk volt, illetve a Jóisten fogta a kezünket azzal, hogy lett egy NHL szünet, sztrájkoltak a játékosok, egyszer csak itt januárban 8-10 világsztár megjelent a különböző klubokban a döntőben, amire nem is számítottunk, mint rendezők. A Dinamo Moszkva azzal a Dáciukkal érkezett meg, aki ma is jelenleg a világ egyik legjobb játékosa. Afinogenov, a szlovák Zólyomba például olyan, először is Jan Jaskó volt az edző, ami pikantériát is adott, de hát ott volt az egyik, a Hanzus, akik szintén NHL-sztárok. Ez valami olyat adott lökésbe megint csak nekünk, és ezzel nagy szerencsénk volt, mert ha itt én nem tudom megkérni az akkori vezérigazgató Tóth István, még egyszer mondom a nevét, hogy próbáljunk egy ilyen rendezvényt elhozni. Nem sok esélyünk van, mondom, de tegyünk rá kísérletet. Mert ugye ezért komoly pénzt kellett fizetni, plusz a rendezés teljes költségét be kellett vállalni. De olyan sikeres volt a rendezvény, nem kimondottan anyagilag mondom, erkölcsileg, hogy a következő évben a Nemzetközi Szövetség megkérdezte, hogy nem lenne kedve újra Fehérvárnak megrendezni ezt a dolgot, és már nem kérnek annyi pénzt, csak a felét, mint az első évben, és így gyakorlatilag 3 évig, úgy, mint most a kézilabda BL-eknél, mi házigazdái lehettünk az akkori legrangosabb kupadöntőknek, és a 3. évben ez az ebel átmenet, 2007-ben viszont a szezon közbeni Interliga, a Jesenice távozásával egy kicsit meggyengült a színvonal, és akkor volt egy nagyon kedves jóbarátom, Sebestyén Csaba, aki az akkori Közép-Pannon ZRT-nek volt a vezérigazgató, és mondta, hogy Gabi, gondolkozz el valamit, mert valamit kéne lépni fölfele ahhoz, hogy ez a szponzori kör megmaradjon, és ő benne volt a vezetésben is, és a véletlen úgy hozta, hogy ez 2007 márciusában egy vasárnap reggeli telefonon fölhívott a Kovács Zoli, a Jégkorong Szövetség jelenlegi és akkori főtitkár, és mondta, hogy figyelj öreg, a Jubjana bepályázta a ebeli indulást, 9. csapatként nem mozdultok, 10. És ez a reggeli, vasárnap reggeli telefonbeszélgetés indította el a hangját, amiből is megint csak aztán a nagyon aktív Volán sportklub vezetés egyeztetve a városi vezetéssel, szponzorokkal, hát tényleg úgy ugrottunk bele abba az egész dologba, amit úgy hívnak, hogy ebel, mint mondjuk 77-ben én abba, hogy én most Fehérvárra fogok települni, és esetleg jégkorongot szeretnék majd ott oktatni fiataloknak. Erre mondaná Perje Szamóca barátunk, hogy Uramisten, tenni ezt azért, mert hogy ez megint egy olyan lépcső, amit Magyarországon, azt mondom, sportvetőnek kevésnek adatott meg, hogy egy ilyen lépcsőfokot a vezetésével az általa szeretett Székesfehérvár részen, akkor már mondhatjuk azt, hogy székesfehérvári voltál, és vagyis meglépett. De mi mindent kellett ehhez? Ugye át kellett alakítani a struktúrát nyilvánvaló. Hogyan választottál munkatársakat magadnak? Én most itt számolgattam, hogy Jószerivel, akiket már említettél, a Kóger Pistéktől, a Énekes Lajos, Vasznek Bence, és a fiatalok most is itt vannak. Tudatos volt, hogy magadhoz kötöd azokat a tehetséges és szorgalmas szakembereket, akik segíteni tudnak neked? Igen, én próbáltam. Először is azt hozzátenném, és ezt nem ilyen meldöngetésként. Én teljes mértékben fehérvárivá váltam, annak ellenére, hogy a testvéreim, szerencsére Jóisten tartsa meg őket, nem fiatalok, de még mind a ketten egészségesek. Pesten vannak az összes unoka, öcs, unoka, húg, azoknak a gyerekei, nagyon sok száz szegény szüleim már nem élnek. Oda köt engem, de én akkor sem tudnám elképzelni, és nem tudtam volna elképzelni már 2000-ben sem, hogy mondjuk én a fővárosba visszatérjek. Ide kerültem 77-be, biztos, hogy itt fogok meghalni, itt fognak eltemetni,
ide köt engem minden, az egész életem, az a munka, ami most jövőre lesz éppen 40 éves, az teljesen egyértelművé teszi ezt. Én próbáltam a környezetemben mindenkit fanatizálni abból a szempontból, hogy klubhoz való kötődés, lokálpatriotizmus, ezek nagyon fontos dolgok szerintem. Ma már a sportban ezt nem lehet megkövetelni, és nem lehet elvárni. Nekem még a Jóisten adott olyan szerencsét, hogy egy Palkovics Krisztián, meg Ocskai Gábor az 6 éves korától pályafutása befejezéséig egy klubba játszott, és érezte, hogy azért a városért, azért a klubért, azért a közösségért neki felelőssége van, és ő itt jól érezte magát, és a hétköznapokban is ezek a srácok folyamatosan élték az életüket itt a városban. Ma már nem sok év telt el, mondjuk egy 10-15, ez egy kicsit megváltozott, amivel én már 65 évesen azért egyre nehezebben barátkozom meg, de az élet az ez. Teljes mértékben sajnos az az irány, ami most a fiatalság zömére is jellemző, hogy hát, ha itt nem jó, akkor elmegyek Londonba, vagy elmegyek Rotterdamba, vagy Antwerpenbe, vagy Párizsba. Én azért ezzel olyan nehezen tudok azonosulni, még ha meg is kell értsem, hogy egy fiatalnak mindenféleképpen egzisztenciálisan meg kell találni a lehető legjobb megoldásokat. De visszatérve a körmondatom után, nekem akkor is 2006-ban, a 7-ben nagyon nagy szerencsém volt, egy olyan fiatal került mellém, akit úgy hívnak, hogy Elekes Blanka, aki ebbe az egész Ebel sztoriba legalább akkora terhet cipelt, mint én. Ezt az Ebel indulást, annak a lelevelezését az első tárgyalásoktól a beindulásig, ezt én azt mondom, hogy ezt a Blanka is jó magam végeztük. Kicsit mindig azt is mondták, hogy ez egy ilyen one-man show-szerű sztori az egész, de ezt nem lehetett másképp megoldani. Ő nagyon jól beszélt nyelveket, nagyon jó tárgyalókészséggel rendelkező volt. Nekünk sokkal nehezebb volt Magyarországon elfogadtatni azt az ötletet, és ez a feladat rám hárult, hogy mi elmegyünk egy osztrák bajnokságba, mert a kődobálás, sárdobálás minden bekövetkezett. Jogilag próbáltak fogást keresni rajtunk, már az akkori Jégkorong Szövetség vezetői nem volt egyértelmű az, hogy igen, mindenki fölállva tapsolt, hogy a Fehérvár távozik a magyar bajnokságból. Én azt mondtam, hogy szakmailag a magyar hoki ezáltal biztos, hogy előre fog lépni. Így is történt. Meg is mosolyogtak sokan. Ez a sok ellenség, vagy mondjuk úgy nem segítő ember, ez viszont 2008 áprilisában mindenki bocsánatot kért telefonon, mindenki gratulált és köszönte azt, amit mi megtettünk az Ebel indulása, mert nagyon sokban hozzájárult ez a szaporói sikerhez. A szaporói sikerhez, így van. És abban a pillanatban, amikor a csapat följutott, és ugye tévén néztük, a Kercs Árpi is, én is, voltak időszakok az életünkben, amikor nem együtt jártunk ebédelni, meg nem ölelgettük egymást, mert ugye konkurencia volt Fehérvár és Dunaújváros, de ez a konkurencia vitte fölfele a sportág színvonalát, ezt mind a ketten látjuk, és az volt az első telefon, hogy egymást fölhívtuk telefonon, és gratuláltunk mondjuk úgy egymásnak, mert tudtuk, hogy mi ebben nagyon sok téglát tettünk, és még nagyon sokan tettek sok téglát. Az élet meg úgy hozta, hogy az a Kercsa Árpád 2010 április 1-e óta az ifja Bocskai Gábor Jégkorong Akadémiának akkori vezetője, most pedig az egyik talpa ennek az egész rendszernek. A 2009 Szapporó, nem baj, ha nem Szapporóról beszélünk, viszont egy nagyon, hát azt mondom, hogy vannak mélységei is a történeteinknek, március 25-e. Elkerülhetetlen, hogy néhány szót váltsunk erről, hiszen én azt mondom, hogy egy édesapának megélnie azt, az már soha nem lesz ugyanaz a pillanat. Hát nehéz. Még most is ennyi idő távlatából. Hát egy döbbenet volt az, hogy mint szülőknek, testvérnek,
családnak az, ami történt, az ugye visszafordíthatatlan volt. Akkor, amikor éjjel én ott, ahol ez a tragédia megtörtént, egyszerűen mondjuk hetek teltek el, tényleg szó szerint mondom, amíg étel nem került a szervezetembe, és én nem is tudom, hogy ezt az időszakot milyen módon éltem én túl, de valahogy úgy éreztem, hogy én nem tudok, és nem is szabad megtörnöm. A jó Isten ezt így döntötte el, ezt a kérdést, ezt, hogy mondjam, olyan sok ember szerette a Gábort, és ez gyakorlatilag mind az életében, mind pedig a tragédia után és a mai napig is egy olyan tisztelet övezi, amivel viszont együtt kell élni olyan módon, hogy ő tett annyit a fehérvári jégkorongért, aminek következtében most itt 350 kisgyerek olyan mezbe jégkorongozik, amiben az ő neve van fölírva. Van egy gyönyörű kollégium, azóta fölépült egy pálya, egy szép pálya, 2010 április óta ez az akadémia az ő nevével fémjelezve működik. Persze minden nap az embernek nagyon nehéz az, hogy belép abba a csarnokba, ahol a legnagyobb fiának a fényképe ott van. És most már ott van, köszönhetően a városnak és a tisztelőinek az, hogy egy olyan szobor emlékeztet mindenkit arra, aki odalép a jégpálya előterébe, hogy itt volt egy ilyen fiatalember, aki ezért a városért, ezért a klubért, ezért a sportágért, ezért a nemzeti csapatért nagyon sokat tett. És az ő tragédiája az nagyon sokaknak tragédiája, és én soha nem leszek annak a nagyon soknak tagja, mert én az édesapja voltam. Megértelek. A 19-es mez kötelez. Az édesapa meg nyilván nem a mezzel kell, hogy foglalkozzék. Viszont beszélgessünk két kisfiúról. Az egyik Zsuzsa kisfia, 10 éves immár István, illetve Bendegúz, és a te gyermeket pedig 9. Ők egy új kicsit javítanék, az István a saját kicsi fiam 11, 11 Bendegúz 9, és van egy Bence nevű kis unokám ott a Zsuzsinál. Ez a három fiú van gyakorlatilag ilyen fiatalként most idézőjelben legközelebb hozzánk, és természetesen a páromnak a gyerekei, de nagyon jó meg vagyunk egymással. A kicsik közül, a két unokám közül a nagyobbik jégkorong fan, és nem csak hogy fan, hanem aktív sportoló, és most már gyakorlatilag 5 éve űzi ezt a sportot. Hát a pici unokám az még nem ezt a részt választja, ő még nem választott semmit. A pici fiam pedig egy teljesen antisportos foglalkozássorozatot választott kiskorától kezdve, gyakorlatilag az első osztálytól. Neki a zene az élete, a Kodály Zoltán zeneibe jár, énekzenei szakon, most már 3 hangszeren játszik, zongorán, klarinéton és csellón. Ez a 3 a kedvenc szórakozása, illetve negyedikként talán első helyen a szolfézs. Ő zenetörténész szeretne lenni, és az élete a zenéről szól. Sokan megkérdezik, hogy ez hogy lehet. Így, ahogy most ezt mi megérjük. Gábor, az eltelt 40 esztendő, egy hiány 40 esztendőben megszokhattuk, hogy a igenet talán olyan volt egy kicsit, mint a templomban az ámen. Ezért ugye nagyon sok igent mondtál, de ezt csak úgy tehetted meg, hogy nagyon sok nemet kellett mondanod. Amikor a terveidről kérdezlek, akkor van-e olyan terv, ami igenlő, ami sokat jelent majd Székesfehérvárnak, előre visz, ami megerősít bennünket abban, hogy a jégkorong továbbra is a nézők számára mindenképpen a legeredményesebb és a legkedveltebb sportág. Én elég régen, egy pár évvel ezelőtt magamba tettem egy
fogadalmat, és én általában az ilyen dolgokat betartom. Én azt mondtam magamnak, hogy 2017-ben, amikor a 40 szezon eltelt úgy, hogy én a hűtőipari részvénytársaság pályáján idézőjelben, tehát a hűtőház melletti jégpályán, amikor a 40. szezon letelik, akkor mindenféleképpen egy kicsit a fordulatszámon szeretnék visszavenni, és elérkezettnek látom az időt arra vonatkozólag, hogy ne az én személyiségemen keresztül működjön ez a rendszer, hanem igenis nem csak jelképesen, de mindenféleképpen át kell adni majd a váltóbotot annak a generációnak, aki utánunk következik. Nekem még vannak természetesen nagyon komoly terveim, és ez, még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy én a kulcsomómat leteszem majd az asztalra április 30-án, és ide nem, mert én több időt töltöttem azon a jégpályán az elmúlt 40 évben, mint bárhol máshol. Tehát én több időt töltöttem ott, mint éjszaka alvással a 40 év alatt, és ezt így nem is lehetne, meg nem is tudnám elengedni. Tehát azok az emberek, akik hozzám nagyon közel állóak, és én azért is érzem jól magam a jégpályán, és abban az időszakban is, amikor a Gáboros tragédia történt, akkor is utána minden nap én a jégpályára vágytam ki annak ellenére, hogy egy óriási hiányérzete volt az embernek, mert akivel a saját fiával, akivel nap mint napot találkozott, most ennek vége. De mégis az a sok fiatal, aki nekem abban az időben is nagyon-nagyon sokat segített, hogy minden lépésemet figyelte, aggódtak nagyon sokan az egészségi állapotomért, a környezetemben, a családomban, az orvosbarátaim, a csapatorvosai, mindenki azt figyelte, hogy akkor mi van velem. Most ez a generáció kell, hogy átvegye ezt a jelképes váltóbotot, és én úgy érzem, hogy itt a sportágnak Székesfehérváron olyan mélyen vannak lent a gyökerei, hogy most már nem tud jönni olyan szunami, ami ezt a dolgot megváltoztassa. Ott van a két pálya. Szerencsére a városvezetés, és itt külön kiemelném a polgármester urat, aki a kuratórium, a Gáboros Alapítvány kuratóriumának az elnöke. És ő is tudja azt, hogy ez a jégkorong, ez miről szól, testközelből ismeri. A tervek között szerepel, hogy 2-3 éven belül fölépül az a multifunkcionális csarnok, ami egy igazi otthona lehet majd a jégkorongnak. Még akkor is azt mondom, amit te mondtál, az igazi otthona az a Raktár utca, de mégiscsak a kor fejlődésével az infrastruktúráknak is fejlődnie kell, a közönség kultúrát kiszolgálása az egy nagyon lényeges szempont. Tehát ez a dolog is ott áll a jégkorong előtt, hogy egyszer csak egy olyan szentélybe játszom majd, reményeim szerint talán 18-19-be, ami már egy egész más világ, és oda kellenek olyan fiatal vezetők, akik itt ebben a csapatban nagyon sok olyan alkalmas fiatalember van, aki ezt a következő 20 vagy 30 vagy 40 évet majd hasonló módon itt végviszi az úton, mert egyet szeretnék kiemelni, ez pedig a fehérvári közönség. Itt ebbe az utolsó 15-20 évben itt egy olyan közönség, olyan szakértő közönség nőtt ki, amelyikből jégkorongban Magyarországon sehol nincs. Olyan összefogó ez a kollektíva, hogy csak példát mondjak, kétszer volt olyan büntetés a csapatnak az ebben, amikor több ezer euróra megbüntették viszonyos viselkedési problémák miatt, közönség viselkedés miatt a klubot, aminek hatására a következő meccseken 2-3 ezer eurókat egyesével elhoztak a szurkolók, hogy segítsenek a nehéz anyagi helyzeten. Tehát ez a szurkolói közeg, ez mindenféleképpen megérdemli azt, hogy Fehérváron magas szintű jégkorong legyen a későbbiekben is. Szerintem ez egy nagyon nagy felelősség a vezetők számára. Az alanyok, azok, akik a versenyzők, azok fognak jönni folyamatosan, akár a jelenlegi felnőtt csapatba szereplő sok-sok fiatal és fehérvári, és utána abból a 350 fő akadémistából, és remélem lesz arra anyagi háttér, hogy minőségi jó légiósok legyenek, lásd például most az idei évben, és ez nagyon nagy példa nekem, hogy a
a kosárlabda csapat most nagyon nagy örömömre betalált a légiósokba, és ez mennyit jelent, hogy el lehet érni azt az álmot, hogy egy magyar bajnoki címet nyerjen ez a csapat újra, és nemzetközi szinten is jól szerepeljen, mert ez kell, a közönséget ki kell szolgálni a legutolsó leheletünkig. Igen, most én mondom, hogy ez, és ez az igen majdnem úgy hangzik, hogy ámen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. És én csak így utólag, lehet, hogy furcsán hangzik, én nagyon köszönöm a 1976-os Volán vezérigazgatónak, hogy így döntött, és köszönöm azoknak, akik is fogadtak, hiszen ez a történet nélkülük nem jöhetett volna létre, és mindenek felett köszönjük, hogy vagy nekünk. Megtiszteltél. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Ocskai Gábor volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!